Itt vagyunk kecskeméti baktákon, Kiskun félegyházán, sikerült megtanulnom a nevét, pedig nagyon régóta ismerem ezt a helyet, csak van kettő. Kiskun, milyen halas? Halas. Kiskun halas félegyháza. És akkor itt van a milyen programot Lajos bácsi. Nagyon éreztük magunkat. Köszönjük magunkat. Mi volt a program? Hát baranoztunk egy jót, volt lecke, volt... Volt lecke? Igen, igen, volt az is, meg volt a jótékonyságról szó. Jótékonyságról. Igen, a jótékonyságról, akkor jókat játszottunk ilyen játékot, közmondásosat, jókat nevettünk. Igen, mesél. Tartottunk egy Daldár istokát, az új Daldár örömére, és ez volt. Jó. És ettől is prasszádom ott tisztelt. Igen, igen. Majdnem kimaradt. Papa, mi volt a prasszádom? Nem tudom, de finom volt. Ez a lényeg, hogy jó. Mama, te hogy értékeled ez a programot? Nagyon jó éreztük magunkat, nagyon jó volt. Köszönjük, Adri. És ki csinálta a krémest? Gáz. Nagyon jó. A finom krémest. Mindenki finomat készített, nagyon finom volt a tiéd is. Nagyon jó. Adri, neked? Hát én szeretném kérni a baktákat is, hogy máskor is jöjjenek el félegyházára, és látogassanak meg, és osszák a kedvüket. Most egy szeretettel várnak máskor is titeket. Köszönjük szépen, és köszönjük a meghívást, és örülünk, hogy itt lehetünk a kecskeméti bakták nevébe, és mindenkinek köszönjük, aki ehhez hozzájárul. Köszönjük szépen. Zolika? Mit is mondhatnék? Szép volt, jó volt. Mit főzött Lajos ma? Lajos koftát készített cukkiniből. És te, mint egy főszakács Kecskeméten, hogy értékeled? Hát én nem főztem semmit ma. A Lajosnak a Lajos főzés. Nagyon jó volt. Sikeres lesz? Lesz belőle jó szakács? Várhatóan igen. Jó van, köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük. Akkor majd folytatjuk máskor is itt a programot. Hare Krishna! Hare Krishna!